Na, komoly, hogy meg... Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az e-cigi tesztek. Ebben a videóban úgy is kezdhettünk volna, hogy... 1-2 Polizei, 3-4 Grenadier, 5-6 Saltekek, 7-8 Gute Nacht. Vagy Das ist ein Unikum. Ez a Bebop Juice-nak az Ein nevezetű 6-os erősségű likvidje lesz, amit a honlap szerint barackos dohány íz jellemez. Úgyhogy azt mondom, hogy először is ismerkedjünk meg azokkal, akik ezt tesztelni fogják. Boris. Honnan? Roma. Moszkva. Moszkva, de unalmas. És... Matyi. From Budapest. Igen. Én meg Charlie vagyok. Úgyhogy emelem a búrát, indítom az órát. Úgy elégen. Illatra barack. Illatra barack, nagyon barack. Tessék. Na, úgyhogy... Illatra dohányos barack. Vagy barackos dohány. Mindjárt kitaláljuk, hogy melyik a jellemzőbb. 3, 2, 1, drip. Nekem inkább barack. Igen, én nem nagyon vagyok oda dohányosok, érez nekem pont jó. Már hogy pont kevesebb a dohány, mint a barat benne. Hát megkóstolod ebből. TC-n nekem így a dohány az jobban dominál, de a barack is nagyon kellemes volt, nem egy ilyen agresszív dohány. Egy hamutál dohány. De jó kis érett barack. Magva váló. Mi van ma? Pucérbarack. Mi van? Te egyfolytában kölyöksz a mostanában a videóban. A múltkori diacetiles után nagyon kölyök. Köszönöm, karcolod a módomat, mert nyakon váglak. Dry heat-re figyeljél, jó? De. Kösz. Aha. Igen. Ugye ott... TC jobban kéne dohány akkor. A TC az ilyen dohány lover. Mi van? Elvesztettük Boris. Megint dry hit. Nem. Nehogy azt mondod, hogy dry hit. Nem. 1-2 dry hit. Az ilyen férfiaknak való tekerés. Ideadod nekem létsz a férfiaknak valót még. Majd egy hét múlva. Igen, majd ha 21 éves leszel. Nem mondta Charlie, ma a tüdőgondozóból jelentkezünk. Mert mindenki ezzel a hatossal traktál minket, hogy az a leggyengébb a nullásuk előtt. Holott van a 0,1-es is. És tényleg pusztulat erős. Úgy. Fincsi. Nálam van egy jószág és avar is lehet szívni. Eszéletlen, mint a tejet szívni. A gőzképzés elég szar a tehenednek. Szar a gőzképzése, 100% mégis. De legalább tehén ízi. Picit érzem a füvet. Megnézzük a másik oldalán. Hú, de szar íze van! De szar íze van! Nem jó erős szívod, onnan szívet. Tényleg. Mert a szar az airflow, lefogom. Jó, teljes. Nagyon akkor lehet, jó. Hogy ő is ilyen diacetiles tehén? Parancsol. Diacetiles tehén. Elrontottad nekem. Elég szarul néz ki. Ebben még van? Most így szívem. Szívjad úgy, de én még raknék rá a helyedben. Nem, ebben nézd meg mennyi lesz. Oda.
gőzképzése nagyon. Jó, és... ez finom. Ahhoz képest, hogy ezt barackos dohánynak írják... Inkább dohányos barack. Inkább dohányos barack, és pont az a jó. Tehát nekem ennél dohányosabb nem is kéne. Ez nagyon. Akkor ezt nem sorsoljuk ki? Dehogyis nem kisorsoljuk. Mert mi hárman urak vagyunk. De még azt, akit kisorsolunk, azt még kicsit meglopom egy pár csak lekviddel. Marad neki elég a 30-ból. Ez finom. Ez tehén szőr van itt? Igen. Nem borotváltam meg a jószágot. Naturál jószág. Bari, bari, barack. Bari. Na, én ízre ennek adok 4-est. Felülmúlta egyébként a várakozásaimat ez a barackos dohány, ami szerintem dohányos barack. Úgyhogy pont ezért inkább 4 az íze, a gőze pedig... Nem, én egy ilyen hardcore user vagyok, én a 4-est adom meg a gőzre is. Én gőzre adok egy 5-öst, meg ízre is 5-öst, ez szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon jó dohányos, nem tolakodó dohányos, egy nagyon finom gyümölcsös dohányos. Te? Én is adok egy 5-öst ízre is, meg gőzre is egy 5-öst. Az áldott jó szívetek, az fog titeket a sírba vinni. Hát rendelni kell valami szarlekvidet, és akkor tudunk rosszakat is mondani. De akkor, hogyha ez 5-ös, akkor mit mondasz mondjuk egy málnámra? Hát a málnád az 9/11. 9/11 wood bombit. Hú, de szar volt. Jó, akkor csináljuk azt, hogy ez a 30 milliliter is, illetve már csak mondjuk 29 milliliter is ki lesz sorsolva. From Bibab Juice, ein ízben, tehát egy kis dohány szerintünk a barackban. Nagyon fincsi. A sorsolás az majd ki lesz írva szépen a weboldalon a gyönyörűen megkomponált bejegyzés alá az értékeléshez. Hogyha szeretnétek feliratkozni a videó csatornára, akkor irány Boris hasára kattintani. Pagy. Hogyha szeretnétek az előző videókat megnézni, akár likvid témában, akkor Matyi hasára kattintsatok. Matyi kocka hasára kattintsatok. Charlie hasára meg azért kattintsatok, hogy jó legyen neki. Az enyémet simizni kell. Na, ennyi. Akkor ennyi lett volna a Bibab Juice-nak a tesztje. Reméljük tudtunk segíteni nektek, hogy el tudjátok dönteni, kell-e vagy sem. Reméljük, hogy tetszett a videó. Szevasztok! Szevasztok! Sziasztok!